Ne vásd apróra szíved kincseit. Ki mindent akar, mindent elveszít. Reményeit elérhetetlen déli bábja, ne csaljon biztos útról, ingoványra. Ami fél, el ne fogad, egészet akarj, és egészet adj. Hajni személyesen adta elő egyik kedvenc vers részletét kedden a Laborkaféban, a költészet napja alkalmából. Az elmúlt években azonban a Covid miatt sokan online formában csatlakoztak a 24 óra vers elnevezésű programhoz. Így Piláék, akik megzenésítve verseltek. Isten tudja, honnan jöttem, szél hozott, szél viszel, minek értem, miért viszel. Színészek is szívesen csatlakoztak a programhoz kedvenc verseikkel az ország távolabbi területeiről is. Deme Gábor például Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című versét szavalta el. Az ég legyen ti véletek, üllői úti fák. Borítsa lombos fejetek, szagos, virágos fergetek, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát, ti voltatok az ifjúság üllői úti fák. Fontos, hogy a fiatal generáció se feledkezzen el a versek és az irodalom jelentőségéről. Ezért külön öröm, hogy sok gyermek is élt a videós verselés lehetőségével, úgy, mint Deák Terézia, aki a Brumm Magda című Tóth Krisztina verset olvasta fel. Napsütötte Pécs városban, van egy hosszú, ferde utca. Fehér köves térre fut ki, keresse meg, aki tudja. Itt, az utca egyik végén, van egy icipici üzlet, ahová a vándorgyermek, ha elfáradt, becsücsülhet. Kik naponta járnak arra, csak a fejüket vakarják. Ez miféle bolt lehet, hogy kirakatát mackók lakják? A program népszerűsége nem véletlen, hiszen idén már 7. alkalommal szólították meg a versbarátokat a szervezők. Ez egy véletlen beszélgetésből indult ez a kezdeményezés a Laborkaféban, egy baráti beszélgetésből. Nagyon sokan gyűltek össze versbarátok, már az első időszakban is, 2015-ben is, és 2016-ban is már a Laborkafé házatáján, és egyik ilyen beszélgetés alkalmával született meg az ötlete annak, hogy 24 órán keresztül tartsunk nyitva azok számára, akik szeretnének verset mondani, vagy szeretnének együtt verselni, és átélni ezt az ünnepi pillanatot, amit a Magyar Költészet Napja jelent az irodalom iránt rajongók számára. A 24 óra vers egyik nem titkolt célja, hogy akár soha nem hallott, feltörekvő költők is megmutathassák magukat, vagy alig ismert verseket ajánljanak a közönség figyelmébe. Teljesen más közösséget szólít meg ez a program, mint a hétköznapi eseményeink, és így a merítés is egészen más. Olyan emberek, akik talán még soha nem jártak itt, felbukkannak és hoznak egy olyan verset, amit még mi soha nem hallottunk, illetve hát nagyon sok olyan ember van, aki a saját költeményét hozza, vagy akár egy átiratot, most nagyon divatosak ezek a fiatalok által slam poetriként emlegetett saját versek, vagy átiratok, vagy ilyen mashupok, amikor egy régebbi műhöz nyúlnak, és annak a modernizált változatát adják elő, és ilyenek is szoktak felbukkanni, úgyhogy mi ilyenkor töltekezünk, meg megmerítkezünk a magyar lírában, a régmúlt időknek a magyar lírájában is, az abszolút aktuálisabban is. Ha pedig valaki inkább anonim módon szeretett volna részt venni a költészet napi rendezvényen, az utcára kihelyezett táblára is írhatott egy sort a közös vershez.